Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV nézőit, itt van a tudadássorozatunkban. Igazából egy promóadásnak indul ez az egész dolog, de sokkal több lesz, ezt higgyétek el itt az elején. Bódai Ádámról beszélgetünk, önmagát kutatónak, feltalálónak titulálja egyébként, agrármérnök, és a természetgyógyászokat tanítja a funkcionális táplálkozás kapcsán. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióba, és egy kicsi bevezetőm kapcsán a mikrobiomról itt a VNTV már nagyon sok adás elhangzott, igazából sokkal nagyobb jelentősége van, mint valaha gondoltuk, egy olyan fajta virtuális szervünk, ami mindenféle funkciónkat alapvetően irányít, és gyakorlatilag évszázadokon keresztül folyt a vita azzal kapcsolatosan, hogy mik a fontosabbak, a bennünk élő baktériumok, vagy az a táptalaj, amin tulajdonképpen szaporodnak, mert alapvetően az emberiség evolúciója kapcsán, amivel találkoztunk táplálékkal, arra mindig kialakult egyfajta baktériumtörzs, és ezek csíra szinten, akár mi most is ott vannak bennünk, és mindig szélesebb spektrumban táplálkozunk, annál szélesebb spektrumú baktérium törzset fogunk táplálni. És minél szélesebb ez a spektrum, annál jobban bármit megbírunk emészteni, annál jobban mindenféle kihívásoknak képesek vagyunk ellenállni. És ahhoz, hogy én most beszélek itt megint több milliárdféle baktériumnak, meg enzimnek kell tevékenykednie. Hogy fedezte föl ezt a világot, és hogy érzi ezt az állítást, amit én itt felvázoltam? Először is nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a meghívást. A mikrobiommal kapcsolatban ugye számos kutatás most nap, heti rendszerességgel 200 tudományos cikk jelenik meg arról, hogy a mikrobiomnak milyen kapcsolata van az egészségünkkel, az életünkkel. És ezeknek a tanulmányoknak a figyelemmel kísérése is már óriási erőforrást igényel. Valahol úgy tudnám inkább összegezni, hogy a magasabb rendű, vagy szervezettebb, vagy nagyobb szervezettségű életformák, mint a növények, vagy az emberek, azok a szervetlen és a körülöttük lévő környezettel mindig a mikrobiomon keresztül kapcsolódnak. Tehát se kívül, se belül nem vagyunk a környezettel úgy kapcsolatban, hogy egy mikrobális réteg nem lenne ott. Ezek a parányi lények, ezek tízszeres számfölényben vannak a mi testi sejtjeinkhez képest, és mindig azok azzal a környezettel, amiben éppen vagyunk, azon az éghajlaton, azon a földrajzi helyen, azon a lokáción, az ott működő mikróbák azok, amik tulajdonképpen alkalmazkodóvá teszik a mi életünket. Hogy egy nagyon szemléletes és egyszerű példát mondjak, az epigenetikának van egy ilyen törvény, hogy a Bruce Lipton féle epigenetika azt mondja, hogy nagyjából 3 generáció szükséges ahhoz, hogy a megváltozott körülményekhez egy életforma alkalmazkodni tudjon. A mi esetünkben ugye ez 3x25 évet jelentene, tehát a mi fajtánk, mondjuk az északi sarkra, ahogy elvándorolt, egy 3 generáció kell ahhoz, hogy megszokja az eltérő környezeti feltételeket. És ugyanez igaz a mikróbákra is, csak a mikróbák szaporodása rettenetesen gyors. Tehát amíg nekünk 3 generációhoz szükségünk van akár 75 évre, hogy genetikai értelemben is alkalmazkodjunk a környezethez, a mikróbák ezt másfél óra alatt megteszik. Tehát, hogyha más összetétel, kémiailag más összetételű élelmiszert fogyasztok, akkor annak az emésztéséhez alkalmazkodni fognak a mikróbáim körülbelül az elfogyasztását, vagy a kontaktust követő másfél-két órán belül. Tehát ezért tudunk mi tulajdonképpen a természet adta bőséges asztalról szinte bármit elfogyasztani, mert a mikróbák segítenek a lebontásban ahhoz, hogy tulajdonképpen azokat a tápanyagokat megkapjuk, amikre a szervezetünknek szüksége van. Érdekes, amit mond, mert hogy több kutató viszont azt vallja, hogy például a Amerikából áthozott paradicsom, kukorica, most hirtelen nem jutott eszembe, hogy ezeknek olyan speciális lebontási igényük van, és most a lektinekről beszélgetünk, amire nincs megfelelő törzs az ember szervezetében, és éppen ezért nem tudjuk ezeket megfelelően emészteni. A másik kérdés, amikor elmegyünk Ázsiába, akkor van, aki akár egy hétig képtelen megemészteni ezt a táplálékot, kihányja a hasmenése van, stb. Mire kialakul az a mikroflóra benne, hogy ezek a táplálékok elfogyaszthatóak legyenek. Mi múlik ez, hogy széles spektrumú mikrobáink legyenek folyamatosan a szervezetben, hogy hirtelen másfél óra alatt bármit képesek elfogyasztani? Igen, ez egy valójában pontos, nagyon jó a kérdés, mert a mikrobáknak valójában
mindig van egy egyensúlyi állapota a szervezetünkben. Tehát az, ahogy mi élünk, az az életmódunk, az kialakít egy ránk jellemző mikróba közösséget. Ezt, ha legjobban ilyen életközösségekben illusztrálnám, akkor azt mondanám, hogy egy tölgyerdő, vagy egy fenyőerdő, vagy egy ültetett nyárfás között jelentős különbségek vannak, erdő mindegyik, de az, hogy egy egyensúlyi populáció kialakuljon benne, az azt jelenti, hogy nem csak a tömeget alkotó zárótársulás, mondjuk a tölgyfa, aminek 99%-a az erdőnek tölgyfából áll, hogyha kilóra nézem, de az aljnövényzet is a tölgy erdőre jellemző, mindenféle cserjét, mindenféle lágyszárú növényt, állatokat, gilisztákat, stb. Gombákat tartalmaz, ami arra az erdőre jellemző. Most a mi életmódunk kialakít mindenkiben egy ilyen alap egyensúlyi állapotot. Nyilvánvalóan most a mikrobiommal kapcsolatban általában fölmerül a diszbiózis kérdése is, tehát hogy mi számunkra nem előnyös egy társulásokat tartunk a beleinkben. Ezek is ugyanúgy egyensúlyban vannak, ezek is annak megfelelően alakulnak ki, hogy hogyan élünk, miket teszünk a beleinkbe. És ez egy, mondhatnám azt is, hogy ez egy szép hosszú folyamat. Tehát a mikróbák egyrészt a külvilágból érkező tápanyagokból kapnak tápanyagot, ugye amiket megeszünk, a számukra is tápanyag, de a mi bélszekréciónk, a bélnyálunk, az emésztő nedveink jelentős része is tápanyagként funkcionál azoknak a mikróbáknak, tehát mi otthont is adunk nekik, tehát helyet, meg tápanyagot, táplálékot is, hogyha bármilyen az izzadságunk, a nyálunk, a könnyünk, az emésztő nedveink, ezek mind tartalmaznak olyan anyagot, amivel táplálékot adunk. Na most ez kialakít egy rendezett, egyensúlyi ökoszisztémát, és amikor egy nagy ugrással átmegyünk egy másik országba, egy másik éghajlatra, akkor az ottani, ugye ez általában a trópusok és a mérsékelt égőv között szokott jelentős különbség lenni, tudnélik az ottani hőmérsékleten egész más záró populációk vannak, és hasonlíthatjuk ezt ugyanúgy, mint a dzsungel és egy tölgyerdő példáját, hogy ez egy egész másfajta életet igényel. Most az, aki bennünk van, az a populáció az azért az életéért próbál küzdeni. A mi szervezetünk vele van egyensúlyban. Amikor váltás következik be, akkor ezt a váltást, ezt úgy kell elképzelnünk, mint amikor áttelepítenénk egy erdőt. És azért vannak ezek a heves reakciók a hosszú távú utazásoknál. A másik példánál, a paradicsomnál, vagy a paprikaféléknél, vagy esetleg különböző ilyen nagyon messziről származó, ugye az amerikai kontinensről származó élelmiszereknél, de nem csak azoknál, ugye a lektinek kérdése az, ami problémás lehet, de abban azért igazándiból azt mondanám, hogy a mértéktartó vegyes étrendben bekerülő, rendszeresen ismétlődő ételekhez azért szépen lassan az egyensúlyi bélflóra hozzá fog idomulni. A legjobb példája talán a bableves ennek, hogyha az ember rendszeresen babot fogyaszt kis mennyiségben, akár babsterc, akár babkrémek formájában, akár egy babfőzelék egy kis mennyiségű bablevessel, akkor az emésztése elég hosszú idő alatt, tehát itt azért hónapos adaptációra van szükség, ennek is megvan az oka mikrobiológiai értelemben, mert azok, akik gázt termelnek, azok viszonylag gyorsan szaporodnak, viszont akik gázt képesek fogyasztani, azok nagyon lassan tudnak betelepülni, tehát őnekik lassabb az alkalmazkodási ciklusok, tehát néha hónapokig is eltart, hogyha valaki állandóan babot eszik, hogy hozzászokjon és ne fúvódjon föl tőle. Ilyen esetben ugye azt szokták mondani, hogy a mi bableves fogyasztó kultúránk, hogy egy hónapban egyszer ráébredünk, hogy derégettünk egy jó bablevest, és akkor viszont nagyon sokat eszünk belőle, ami hatalmas kihívást jelent a szervezetnek. Gyorsan felszaporodnak a gáztermelők, de nem tudnak felszaporodni azok, akik elfogyasztanák a gázt. Ezért mi ezt úgy éljük meg, hogy puffadunk és rettenetesen vagyunk a babtól. Holott, hogyha a kultúránk rendszeresen tartalmazná a babot, akkor szépen lassan kialakulna egy olyan flóra, egy olyan bélflóra, amelyik ehhez alkalmazkodva komfort mellett tudná tartani a babfogyasztásunkat. Érdekes ez, amit mond, mert hogy ha kimondottan a lektinhívők azt mondják, hogy ha babot kuktába főzöm meg, akkor gyakorlatilag ez a lektinje le tud bomlani, és nem fog gázt fejleszteni, de ebbe most a mélységében nem menjünk bele, hogy ki... Nagyon izgalmas téma, nagyon szeretem. Egyszer fogunk a babról csinálni egy adást. Igazából ahhoz, hogy ezt a prefer, ugye, mert ez a prefer, nagyon érdekes maga a név is, mert egy fermentációra utaló gondolat ez, hogy mi indította el, hogy egy ilyen dologgal kezdjen el foglalkozni, és mi ennek a prefernek a lényege, miért volt erre szükség?
mai világban. Ugye itt a herbafem cseppek és a prefer kapszulák kifejlesztésének az volt a célja, hogy megpróbáljuk visszaadni azt a természetes mikrobiom forrást, azt a természetes ökoszisztémát, amit igazándiból a modern életmódban elég korlátozottan tudunk csak elérni. Ugye azok a vizek, amiket fogyasztunk, azok általában tisztított vizek, azok az ételek, amiket eszünk, az valamilyen vegyszeres kezelésen átesik. Ha nem azért, mert a szántóföldön használják, akkor adott esetben azok a tartósító és élelmiszeripari adalékanyagok, amikkel kezeljük őket, ezek mind azt teszik lehetővé, hogy ugye sokkal külsőre sokkal gusztusosabbak, sokkal kevésbé lebomlóak, sterilek. De hát ezek az, ami a polcon nem bomlik le, az a beleinkben sem bomlik le olyan tempóban. És ugye az agrokémia, tehát a mezőgazdaság vegyszerhasználata, az általunk szedett gyógyszerek, a tartósítószerek, az ilyen ipari édesítőszerek, egyebek, ezek olyan hatással vannak a mikrobiomra, ezt számos kutatás és tanulmány folyamatosan bővülő körben bizonyítja, hogy ezek a mesterséges anyagok milyen módon befolyásolják a mikroflóránk összetételét. Valójában arra kellett ráeszmélnünk, nem feltalálás, csak igazándiból egy felismerés vezetett ide, hogy a mi életmódunk az nagyon szegény természetes mikróbákkal való találkozásban. Tehát, hogy sem az életmódunk, sem a higiéniai feltételeink nem engedik meg, hogy természetes mikróbákkal találkozzunk. És akkor jutott eszünkbe az, hogy az egyébként természetes körülmények között gyűjtött, tehát mondjuk nemzeti parkokban lévő, mondjuk azt, hogy még eredeti élőhelyen lévő gyógynövények, ugye a növényeken is ugyanúgy vannak mikrobák, mint ahogy bennünk. És a növényeknél ez mondjuk a levelet alkotó úgynevezett filoszféra mikróbái, azok is egy ökoszisztémát alkotnak, aminek az a funkciója, hogy amikor elhal, véget ér az év, lekerül a földbe a levél, akkor az ő lebontásukat el tudják végezni. Tehát magát a rostbontást és a természetes mikroflórát alkotó baktériumokat, ezeket a mi őseink több százezer éven keresztül fogyasztották egy rendkívül egyszerű úton, ugye, ahogy az eső ráesett a fára, az magával ragadott pár spórát, becseppent a talajba, a talajból is kimosott néhány spórát, majd egy felszíni vízfolyásba került, ahonnan az őseink tudtak inni. És ez egy olyan koncentrációban és olyan összetételben tartalmazta a mikróbákat, ami éppen arra az éghajlatra, arra a helyre volt jellemző. És nekünk az volt a felfogásunk, hogy hazai forrásból származó gyógynövények, spontán, tehát természetes fermentációjával, amit képesek vagyunk úgy kontrollálni, hogy a patogén szervezetek ne szaporodjanak el. Ezt a fermentációt tudjuk rendszeresen visszajutatni avval, hogyha néhány cseppet egy ilyen gyógynövény kivonatból készítünk. Most ugye ez csak egy további csodája volt talán a Jóistennek, hogy az is kiderült számunkra, hogy a gyógynövény kivonatok, a fermentációval készített gyógynövény kivonatoknak megvan az az előnye, hogy ugye ismerjük azt, hogy a gyógynövényekből egyre több kritika éri a gyógynövényeket, és egyre nagyobb támadásnak is teszik ki a gyógynövények piacát, hogy most kiderült a levenduláról, hogy már olyan alkatrészeket tartalmaz, ami káros lehet, a kamillának a bizalbolol tartalmát pedzegeti a tudomány, illetve... A gyógyszerlobbit akartuk mondani, nem tudom, hogy... Igen? Hát a konkurencia, igen. Egy pillanatra, mert ugye volt egy nagyon fontos szál, amin el fogunk indulni, és pedig ez, hogy az őseink folyamatosan olyan vizeket fogyasztottak, amelyek tartalmazták azoknak az élő környezetnek az élő baciait, ami tulajdonképpen szükséges az élő növénynek is, de bennünk ezek a bacik képesek az elfogyasztott táplálékot lebontani, ha jól éreztem. Igen. És akkor eszembe jutott a hunza víz, biztos, hogy erről sokat hallottunk, az ugyanezen az elven működik, hogy aki a hunza forrás vizet itt, azok 100 év feletti életet élték meg. Akkor valószínűleg a hunza víznek ez a titka, az a hordozott baktérium információ, ami esetleg a vízben benne van? Abszolút, ott több dolog együtt áll. Ugye az egy nagyon természetes életmód a hunza völgyében. Igen. Az emberek kedélye nagyon sokkal jobb. Folyamatos és állandó kapcsolatban vannak a természettel. Ha a földhöz nyúlnak és megnézik a kezüket, az nem koszos lesz, hanem anyaföldes. Uh-huh. Ez a jelentős különbség. A tisztaságról alkotott kép úgy van, mint ahogy a hajunk is egy idő után öntisztul. Tehát, hogy képesek vagyunk. Már akinek van, igen. Hát igen, én szólhatunk sokat. Tehát, hogy ilyen szempontból az a víz, az egy természetes, érintetlen közösségnek a
egyébként a természetes szűréssel, tehát ugye a talaj részecskéi között megszűrődnek azok a dolgok, amiknek nem lenne szabad ott lenni. A talaj az egy hatalmas nagy puffer, elképesztő mikrobiológiai sokszínűséggel rendelkezik. Uh-huh. És hogyha van egy harmonikus életközösség, akkor abban a közösségben elfogyasztott italok, vagy víz és ételek, az abban a közösségben végzett munka, az avval a területen, nem hiszem, hogy ott például lenne körömgomba probléma az embereknél, mert rengeteget járnak mezítlába, talajjal kapcsolatban vannak, nem engedi meg a bőrflórájuk sem azt, hogy ilyen típusú... Még a sárga barackot tenyésztenek nagy mennyiségben, és ugye a B17, ami van, a keserőanyag, ami a magban van, az ugyanezt csinálja. Fölcsapott egy nagyon jó gondolatot, hogy ezzel a technológiával a következő, azoknak, akiknek még élő hajhagymájuk van, de viszont nincs megfelelő tápanyag, valószínűleg egy ilyen bacisztus simán tudna segíteni. Nagyon távol ez a gondolata attól? Hát elég érdekes, hogy kaptunk olyan visszajelzést, de ez csak a vicc szinten ment, aha, hogy volt, aki elkezdte szedni. A Herbopharm cseppek fogyasztásával tulajdonképpen egy kicsit vissza tudjuk állítani ezt a régi állapotot, az emésztésünk megerősödik, és egy kicsit jobban szívódnak föl a tápanyagok. Ez azt is jelenti, hogy a mikrotápanyagokra arányaiban több figyelem tud fordulni, mint a makrotápanyagokra. Tehát olyan anyagokat is kapunk, amik adott esetben a hajhagymák működését segíthetik. Kaptunk uh-huh. egyszer egy ilyen visszajelzést, hogy nagyon jó ez a csepp, kiválóan tudok rendszeresen WC-re menni, de úgy érzem, hogy nő újra a hajam. De hát ez természetesen nincs közvetlen összefüggés, hanem az összefüggés az ott lehet, hogy a bőr állapota az első, ami a tápláltsággal összefüggésben van. Tehát, hogyha a tápláltságunkban valamiféle hiba van, rosszul eszünk, vagy rosszul emésztünk, vagy rosszul szívjuk fel a tápanyagokat, ezek mindnyájan hiánybetegségeket okoznak. És az első hiánybetegségek mindig azon a területen fognak jelentkezni, ami az azonnali életben maradás számára a legkevésbé fontos. És ilyenek például a haj szépsége, vagy a körmök minősége. Nagyon jól lehet látni az ember vitamin ellátottságát, hogyha csak megnyomogatjuk a körmét. Ha valakinek vékony, puha körme van, akkor lehet tudni, hogy az ő szervezete valamilyen hiány problémával küszködik. De hát nézzünk meg egy beteg embert, egy háromnapos megfázás után az ember haja olyan spröd lesz, olyan rossz állapotban van. Ez azért van, mert itt spórol a szervezetünk. Tehát, hogy azon a területen, amikor a bőséget már megérzi az egész szervezetünk, akkor ugye ezek mondjuk azt, hogy a végek is kapnak utánpótlást. Tehát visszatérve, ugye legfontosabb lenne egy olyan víznek a fogyasztása, forrásvíznek, ami széles spektrumban tartalmazza azokat az élő flórákat, bacikat, amelyek a környezeti kapcsolatból adódnak. Ezzel szemben ön készített egy önkészítményt, ami ugye nem csak vízből van, hanem növények, tehát ezek a növényeknek a fermentációjából készültek, és ezeket a kis cseppeket gyűjtögette össze, és hogyha ezt fogyasztjuk vízbe téve, vagy akár szipogatva a kis üveget, akkor gyakorlatilag ez a széles spektrum újból helyre tud állni az emésztőrendszerben. Hol fejti ki hatását? Vastagbél, vékonybél, milyen szakaszokra van hatása? Úgy szoktuk ajánlani, hogy reggel éjgyomorra fogyasszuk. Ilyenkor tulajdonképpen a reggel éjgyomorra fogyasztott víz az leszalad, átmegy a gyomron, átmegy a vékonybélen, és bele tud kerülni a vastagbélbe, ezért nem raktunk ilyen gyomorvédő összetevőket bele, nem szükségre. Este pedig az a célunk, hogy este étkezés után, lefekvés előtt fogyasszuk el, mert akkor az a fontos, hogy a vékonybélben azok a metabolitok, azok a bomlástermékek, anyagcseretermékek, amiket a mikróbák, a gyógynövények hatóanyagaiból készítenek, azok maradéktalanul fel tudjanak szívódni. És ilyenkor erősíti az immunrendszert, és segíti azt a fajta hatást, amit az őseink akkor tapasztalhattak, amikor a gyógynövényeket még épp bélflóra mellett fogyasztották. Ugye most egy nagy ellentmondás van ebben az egy kérdésben, hogy a nagyszüleink egy egészséges bélflóra mellett, egy sokkal egészségesebb, sokkal kevésbé kemizált világban élve, egy egészségesebb bélflóra mellett a gyógynövényeknek nagyon erős hatást tulajdonítottak és éreztek is. Most mi sokkal nagyobb dózisban, én több alkalommal tanultam gyógynövény ismeretet, és a 90-es években az Agráron volt az első, és most harmadszor a 2010-es évek után voltam egy ilyen felfrissítő tanfolyamon, és azt vettem észre, hogy meg háromszorozódott a gyógynövény adag. És ez is valójában azért érdekes, mert ahogy a bélflóránk romlik, a gyógynövények hatóanyagának a feldolgozásában már nincsenek ezek a segítő, ilyen fordító szervezetek, amit egyébként a mikrobiom nagyon jól tud adni. Borzasztó érdekes volt rájönni arra, hogy ugye propoliszt is tartalmaz a termékünk, és a propolisz nem alkoholos ferment, nem alkoholos extrakcióval, kivonatolással, hanem a fermentáció során
dolgoztatjuk föl. Szinte maradéktalanul elfogyasztják a mikróbák egyébként a propoliszt, és mégis a termékben jellegzetesen felismerhető a propolisz jelenléte. Odáig eljutottunk, hogy beviszünk egy széles spektrumú törzset. Igen. Ez hányszor szélesebb, mint mit tudom, most nem számháború akarom belekényszeríteni, hanem van egy átlagos ember, aki a boltból vásárol, eszeget, és folyamatosan írtja a saját kis törzseit. Az ő számaihoz képest hányal több törzset viszünk be, milyen széles spektrumú lesz az egész rendszer? Hát úgy nagyságrendileg a 10-es és a 100-as nagyságrend között szokott lenni, ez ilyen 60-90 körüli genusz vagy nemzetség az, amit mikróbából növényeken lakó záró populációként beviszünk. Döntően ezek tejsav baktériumok, egyébként növényen lakó tejsav baktériumok, akiknek a jelentős részét azt probiotikumként ismerjük is, tehát jó párat így. Ezt a számot csak azért szerettem volna hallani, mert hogyha elmegyek és veszek egy probiotikumot, akkor legalább 8-9, de maximum 12 féle törzset tudok bevinni. És akkor ugye szépen betelepítettem az új lakóimat az emésztőrendszerbe, és milyen jó lenne, hogyha ezek gyorsan szaporodnának. Tudjuk jó, hogy a bacik, azok a prebiotikumok, a közepes szénláncú cuccokon szaporodnak nagyon gyorsan. Erre föl ön készített valamit még hozzá, hogy ezek a törzsek ne csak elfogyasszuk, hanem tovább éljenek bennünk. Ez mi a szisztémának? Ez egy nem túl nagy titok. Azokat a gyógynövényeket, amiket fermentálunk, azoknak a rostjai tulajdonképpen a fermentáció során egy ilyen előzetes feltárásban egy könnyebb emészthetőségű rost, ez egy idézőjelek közé tenném. Aha. Viszont amikor megpróbálom egy diszbiózisban, egy rossz állapotban lévő bélflórának a megváltoztatását eszközölni, akkor valamiféle horgonyzó, kapaszkodó pontot, mint egy palánta földet adunk azért, hogy az elején mondjuk a herbafenn cseppek szedésének az első hetében legyen egy olyan pont, amin mondjuk otthoni környezetre ismernek ezek a mikróbák. És akkor egy picit gyorsabb lesz, vagy hatékonyabb lesz ez az áttelepülési folyamat. Önmagában is van többféle hatás, meg egy picit több dolog, de igazándiból a legfontosabb tényezője az, hogy ahogy a növekedést megindítjuk, akkor az egy ilyen átmeneti fázis, és ezt az átmeneti fázist segíti az egyébként saját maguk által előemésztett rostoknak a jelenléte és az ehhez való kapcsolódás is. Mennyi idő kell ahhoz, hogy ez stabilan ezek a édesdrága új lakók megtelepedjenek a... Hát a mikrobiomnak, tehát a bél mikróbáknak a változása szezononkénti ingadozást mutat. Ez azt jelenti normális esetben, hogy mi minden szezonhoz alkalmazkodunk, mert minden szezonban már megváltozik a tápanyagforrásunk. És mivel mi modern, civilizált életet élünk, nekünk azért nagyjából mindig ugyanaz van, mindig ehetünk paradicsomot, mindig ehetünk lecsót, mindig ugyanazokat a gyümölcsöket, annak ellenére, hogy nincs idényük. Így nagyjából 3 és 6 hónap között szokott lenni az az idő, amíg a bélflóra tartósan meg tud változni. Ez azt is jelenti, hogy egy hideg évszaknak és egy meleg évszaknak benne kell lennie abban az időszakban, amikor ezt csináljuk, de a legpraktikusabb egyébként az átmeneti időszaknak azt a 3 hónapját, tehát az őszi-tavaszi 3 hónapot biztosan érdemes, mert ott nagyon nagy a váltás a környezeti feltételekben. Tehát most például egy őszi ciklust, utána te lehet kihagyni, és utána egy tavaszi ciklust. Igen, aha. És ugye hosszú távon meg a széles spektrumú táplálék a fontos, mert hogy betelepítjük a édes jótékony bacikat, de és nekünk kell gondoskodni róla. Az erdőt azt nem írtani kell, folyamatosan tele. Illetve hát, hogyha hozzáférünk forrásvizekhez, ugye az országunk tele van olyan fantasztikus forrásokkal, még amiknek a víze fogyasztható és iható. Én mindenkinek javaslom a figyelmét, hogy ha elmegy kirándulni, akkor ezeket a forrásokat ismerje meg, szedjen onnan vizet, mert hogy ez az, ami az immunrendszerét, a bélflóráját a tényleg aktuális helyi környezethez igazítja a legjobban. Ugye ez az, amit hasonlóképpen a herbafenn cseppekkel mi megpróbálunk bevinni a konyhába. De azért mi Magyarországon rendelkezünk valódi forrásokkal, tehát hogy érdemes a forrásvizek fogyasztását. Már is hallom itt a kérdést a nézőt, hogy mi van a víztisztító készülékekkel, amikor tudjuk, hogy szétbombázzuk a víz struktúráját, úgy passzírozzuk át a szűrőkön, és valószínűleg ezek a bacik nem mennek át rajta. Hát érdekes, nagyon sok vizsgálatot végeztünk annak idején vízszűrőkkel, másmilyen minőségemben, és a vízszűrők azok egy saját mikroflórát alakítanak ki. Tehát azokkal az anyagokkal, ami abban a sterilizált csapvízben van, azért valami kialakul.
ezek általában bírják, tolerálják a klórt, a fertőtlenítőszereket, és képesek megmaradni. Ugye ez egy problémát is jelent, mert tulajdonképpen mi ezekkel folyamatosan szaporítjuk, tehát ezeket mindig pótoljuk a csapvízfogyasztással, vagy az ivóvízfogyasztással. Tehát úgy kell értenem, hogy magában a szűrőbe kialakul egy élő kultúra, annak ellenére, hogy klóros-flóros vizet tolunk bele, és mi állandóan ezeket a speciális törzseket fogyasztjuk el, amikor tisztított vizet. Bármilyen vizet. Tehát az az érdekes benne, hogy ami nem nyílt forrású víz, minden hordozza magával azt a környezetet, amin keresztül érkezik a csőrendszert, a víztisztítót. Aha. Tehát ettől nem tudunk elvonatkoztatni ezektől a PET palacknak a felszínét. Tehát az, hogy csíramentes legyen. Így is kezdte, hogy minden, amivel felülettel találkozunk, arra egy speciális baktérium fog kialakulni, ami bekerül a rendszerbe, igaz? Így van. Tehát ez a víztisztítókra ugyanúgy. A víztisztítók esetében az biztos, hogy azokat a patogén szervezeteket, akikre ellen a fertőtlenítő szerek hatnak, azokat megszűri. Ugye nem lehetne egy várost fönntartani akkor, hogyha nem lennének fertőtlenítőszerek, és nem lennének ilyen víztisztító berendezések. A víztisztítók esetében valójában pontosan jól fogalmazott, hogy sokkal kisebb a biológiai értéke annak a víznek, amit még tovább és tovább és tovább szűrünk. Ez döntően a fordított ozmózissal működő szűrőkre igaz, ugye ott már az ásványi anyagok jelentős részét is vissza kell rakni a vízbe, hiszen ő nem engedi át csak a tiszta vizet, tehát az egy desztillált vízminőségű anyag. Na, most van valakit, meg tudom kérdezni, hogy én ezt folyamatosan mérni szoktam, ugye, és a desztillált víznek elvileg 7-es pH-jának kéne lenni, és én a víztisztító után kijövő víznek a pH-ját mérve már 5-es feles, meg 6-os értéket, és már majdnem savas irányba elmentenek. Mi az oka a mai világunkban? Hát nem ismerem azt a vízszűrő, minden vízszűrő máshogy működik. Három helyen gyártanak, törökök, a lengyelek, meg kínaiak, és elvileg, tehát mi az, ami ott a pH-t elviheti egy víznél? Tehát, hát az ugye, hogy az ionok jelentős részét ki tudjuk belőle szedni, az nem azt jelenti, hogy ugye a vízben lévő ion koncentrációba bele tudtunk nyúlni. Tehát az, hogy mondjuk a méretük szerint nem férnek át a só, tehát mondjuk a nátrium vagy a kálcium molekulák, de valójában a vizet átengedi a víznek minden formáját. Tehát nyilván, hogyha a pH savas irányba megy, akkor a hidrogén ionok túlsúlya egy picit megnő. De ebben az esetben azért rengeteg mindenre lehet gyanakodni. Tehát ugye nyilván a fordított ozmózis is egy polimer membrán, amin keresztül átpaszírozzuk tulajdonképpen, hogy csak a víz menjen át. Nem tudom, hogy ez az átpaszírozás, ez egy idő után milyen anyagokat tud innen leoldani. A pH változásá mellett én javasolnám inkább az oldott anyag mérő eszközöket, vagy a vezetőképesség mérőt. Hogyha egy víztisztító jól működik, akkor nem vezeti jól az áramot, gyengén vezeti. Nagyon nagy az ellenállása, így is nézhetünk. A redox potenciált érdemes mérni. Igen. Jó, akkor visszatérünk, mert most nem erről csinálunk műsort. Tehát gyakorlatilag összefoglalva, kinek javasoljuk, hogy ezt a rendszert fogyassza 2-3 hónapig? Hát azoknak javasolnám, akik nem tudnak hozzáférni tiszta organikus élelmiszerekhez, és olyan vizekhez, nincsenek közvetlen kapcsolatban, nincsenek kontaktusban a természettel rendszeresen. Ez a rendszeresség, ez inkább hangsúlyozandó. Tehát aki állandóan forrásvizet tud inni, az köszöni szépen, jól van. Úgy van. Az egy széles spektrumú baci fenntartásához inkább a rostokat javasolnánk neki fogyasztani, mert azok a szülő bölcsői a baciknak, hogyha ilyen olyan rostokkal tud kapaszkodni, amit nem lebont, hanem szaporodni tud rajta, igaz? Igen. Jó, és akkor magát a cseppeket igazából koncentrált formájába odaadjuk, mint ahogy forrásvizet iszogatna. Hát higítva, tehát mindig egy pohár vízbe 5-15 cseppet, attól függően. És egy idő múlva elérjük azt, hogy ez a ős gyönyörű széles spektrumú bélflóránk újból legyen meg, de a fő javaslatunk meg az, hogy széles spektrumú organikusan termesztett táplálékokat fogyasszon, amiben még széles spektrumú baci van, mert az nagyon vegyszerkezelt földbe már a föld mikrobiomját is kipusztítottuk. Tehát abból ne akarunk várni. Nem tudunk honnan felszedni. És aki meg ilyet fogyasztanak, meg feltétlenül javasoljuk, hogy legyen élő forrás. Nagyon kevesen tudják ezt elkerülni, főleg aki boltban vásárolja az élelmiszerét, és ön hol vásárolja? Hát természetesen én is boltban vásárolom, de mondjuk nekem van saját kis kertem, tehát nálam a napi kontaktus megvan, viszont ennek ellenére én rendszeresen fogyasztom ezt a terméket, nyilván könnyen hozzáférek. Mennyire megfizethető, ugye, mert erről még nem beszéltünk? Hát az egy havi adag az 6350 forint körüli áron van a kereskedelmi forgalomban. Hát sokkal többet ki szoktunk másra szórni. Érdemes én nekinek kipróbálni.
teljesen más érzés, életérzés van, amikor jókedélyű, élő baciflóra van bennünk. Visszatérve még kicsit a gombákra, nekem is kedvenc témám a gombák, hogy beszélgettünk kint ugye a kandidáról, amit nagyon rossz marketing PR-ja van, ugyanakkor nagyon fontos dolog lenne, és hogyha sok kandida van bennünk, akkor gondoljuk végig mindig azt, hogy a bennünk lakozó nehéz fémeket pontosan ezek a gombák a saját testükbe beépítik, és amikor írtjuk a gombákat, a káros gombákat, akkor folyamatosan a nehéz fém terhelést viszük be, rövid távon a szervezetünkben. Mi az ön gombákról elfogadott álláspont? Főleg a kandidákat fejtsük ki, hogy miért nem kell félni a kandidától. Hát a kandida az egy nagy gyűjtőfogalom. A kandida albicans az, ami bennünk túl tud szaporodni. Az egy nagyon érdekes egyensúly. Muszáj belekevernem egy baktériumot is, hogyha megengedi, mert a Helicobacter pyloriról nagyon sokan hallottak, ami a gyomorfekély hátterében lévő mikróba csomag. Tulajdonképpen a Helicobacter két módon élhet jól. Az egyik az az, hogy planktonszerűen úszkál. A másik az pedig az, hogy stresszeljük a gyomrot, valamilyen módon megpróbáljuk a helikobaktereket írtani, valami olyan anyagot adunk, tartósítószert például, vagy egy gyógyszert, és az a helikobakterek között egy kis rendet próbál vágni, akkor ők összekapaszkodnak, és egy biofilmet képeznek, amivel a gyomor nyálkahártyáját megpróbálják lefedni. Tehát ők megpróbálnak életben maradni, és a gyomorban maradni. Ez a mucinszerű dolog? A mucin réteg alatti, illetve a mucin rétegen, illetve a mucin réteg alá tudnak férkőzni, és ott képesek gyulladást okozni avval, hogy ők nem akarnak kiköltözni. Amíg planktonként vannak, addig hihetetlen hatásuk van, mert ők picit stimulálják a mucin termelésre a gyomorfalat. Ugye ők mindig ott voltak, a gyomor úgy fejlődött ki, hogy a baktériumok stimulálják őt arra, hogy vastag mucint képezzen. Ha vastag a mucin, akkor sok savat tud képezni a gyomor. Ha sok savat képez a gyomor, akkor a táplálékkal bevitt gomba spórákat maradéktalanul megöljük. Na most a kandidának ez nem jó. A kandida azt szereti, hogyha mi savlekötőt és egyéb ilyen helikobakter ellenes dolgot, tehát a kandida és a helikobakter között mindig van egy ilyen óriási libikóka. Ha sok a helikobakterünk, akkor biztos, hogy kevés kandidánk lesz, mert nagyon sok gyomorsav termelődik. Nyilván nem a biofilmes változatra gondolok. Ha viszont legyőzöm a gyomorsavat, alacsony lesz a savtermelésünk, akkor szükségszerűen azok a csíraképes gomba darabok bejönnek, amik a kandidának fognak kedvezni. Többek között azért is, mert gyengébb lesz az emésztésünk, és a szénhidrátok, főleg a nagyobb láncú szénhidrátok nem kerülnek be a gyomorsavas bontási folyamatába, de a kandida számára ez egy kiváló feltétel, mert ő jobban szereti a keményítőket, mint a tiszta cukrot. És ugye a tiszta cukrot a mi szervezetünk fölveszi, a keményítő formákat, amiket nem tud azonnal emészteni, azok a bélben először ugye a vékony bélben, és később a vastag bélben lesznek. És amikor sok keményítő kerül a vastag bélbe, ami fermentációra lenne hivatott, akkor azok fognak elszaporodni, akik a keményítőt szeretik. Ilyen például a kandida albicans is. És ugye a gombákat ismerjük, hogy a talaj teljes szelvényét, a legnagyobb életformák a gombák, így ilyen szempontból hatalmas kubatúrát tudnak megtölteni élettel, megtöltik a testünket is. Kiverődik a körmeinken, tehát olyan részeken, ugye, amiről az elején beszéltünk, ami kisebb figyelmet kap az azonnali életben maradáshoz, körmök, hajak, bőrképletek. Sok embernél a nyelv felületén ő ki tud verődni. Most akkor egy kicsit a refluxot újból értékeljük át, mert az esetek nagyon nagy részében nem sav túltengés, hanem sav hiányról van szó, alultermelésről, ami elindítja a kandida albicans életfeltételét, ami utána minden körömgombáknak az okozója, mert a körömgombát nem kívülről, hanem belülről. Belülről kell elképzelni. Én azt hiszem, hogy még fogunk mi beszélgetni, mert annyira új tudást tudott idehozni, ami nekem, gondolom a kedves nézőknek is nagyon tetszik. Szavazzunk bizalmat akkor ennek a, még egyszer, milyen neve? Herbaferm csepp. Herbaferm, ugye ez a herba, az a gyógynövény, a ferm, ezen a fermentációnak a rövidítésébe adódik. Nagy tisztelettel megköszönöm Bódai Ádámnak, hogy itt volt, és remélem, hogy még találkozunk, és ezeket a kényes kérdéseket átbeszélhetjük, mert ha a mikrobiom rendben van a szervezetünkben, akkor minden rendben van. És a mikrobiom nem csak a emésztőrendszerben, hanem említette a hónajunk alatt lévő izzadságtól kezdve, a könycseppünkről kezdve, az izzadság, minden a mikrobiomról szól. És ez egy olyan világ, amit igenis meg kell tanulnunk, és együtt kell élni vele, úgyhogy folyamatosan tudjuk támogatni. Ettől függ a hosszú távú egészséges életünk mindenféleképpen. Köszönöm önöknek megtisztelő figyelmüket. Gondolom nem volt ez olyan egyszerű, de
de számomra is sok esetben tanulságos volt. Önök milyen tévét láttak viszontlátásra?